nagyon örülök ennek a győzelemnek, mert az első félidőben borzasztó rosszul játszottunk. Ez a 4-3-3 pozíciós játék egyáltalán nem ült. Az egyéni teljesítmények is gyengék voltak. Szünetbe csináltunk egy másik meccset a második félidőből. Átálltunk három belső védőre, gyakorlatilag ez mai napon jobban stimmelt a csapatjátékunkhoz, hogy így fejezzem ki magam. A második félidőben azzal nyertünk, hogy oda tudtuk szorítani az Újpestet a saját kapujához, gyakorlatilag egy pár kontrán kívül nem tudott fölénybe játszani az Újpest. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy az öt cserénk mind az öt hozzá tudott tenni a játékhoz. Nagyon jól szálltak be. Kellő pozícióban, amikor bejöttek, az adott pozíciókban mindenki hozzá tudott tenni, és ez nagyon fontos volt ezen a meccsen. Különösebben nagy jelentőséget nem tulajdonítok annak, hogy az elején szereztünk gólt, mert a játék nem stimmelt. Alapjában véve egy picit akadozik a gépezet azért az első öt fordulóban. Kivétel volt a Puskásra, hogy ahol összejött minden, de a többi mérkőzésen a csapatjáték akadozik. Szóval azok a pozíciók, amikbe bontani tudunk az ellenféllel szembe, azok nincsenek meg. Alapján véve nem tudunk játékkal fölényt kiharcolni. Azt gondolom, hogy ha vége lesz az átigazolásnak kedden, és letisztulnak itt a jövök-megyek pozíciók, és tudom, hogy kire számíthatok kettől, akkor mi ki fogunk egyenesedni. Ez egy picit zavaró számomra is, meg a játékosok számára is. Nagyon fontos volt ez. Egyrészt harmadik hazai mérkőzésünk volt, és azért értékelem nagyra, mert az Újpest egy nagyon jó csapat. Tehát az Újpest jó focit játszik, és mi nem igazán jó játékkal, hanem inkább brusztal, küzdeni tudással, szervezettséggel tudtunk a második fél időben föléjük kerekedni. Nyilván jobban örülnék egy sziporkázó játéknak, de ez most nem jött ma össze. Szóval nem játékkal nyertünk, hanem brusztal, ennyi.